Európa több nagyvárosában tartottak rasszizmus ellenes tüntetést szombaton. A berlini Alexanderplatzon mintegy 15 ezeren gyűltek össze. A demonstrálók közül sokan fekete ruhában mentek, szolidarítva a Black Lives Matter mozgalommal. A rasszizmus az előítéletekből származik, az előítéletek pedig a tudatlanságból és az ostobaságból származnak, véli ez a berlini nő. Hozzátéve, hogy közösen kell kiállniuk egy jobb jövőért. Ez a Berlinben tanuló nigériai diák pedig azt mondja, ami elég, az elég. Nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Londonban több ezren gyűltek össze a parlamentnél. A brit kormány hiába szólította fel az embereket, hogy ne menjenek tömegesen az utcára, és tartsák be a távolságtartási szabályokat. Több francia városban is tüntettek a rendőri erőszak ellen. Lyonban, Bordeauxban és Marseille-ben is ezrek vonultak az utcára. Párizsban a Concorde téren, majd pár órával később az Eiffel-torony melletti Marsmezőn is demonstráltak.